Köszöntöm a Városi Televízió nézőit, Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látják 2021. június 24-én csütörtökön, a pontos idő 19 óra. Kérem, tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Környezetvédelmi tábor. A kéményseprés fontossága. A mezőtúri női kézilabda szakosztály évértékelése. A mezőtúri turizmus fejlesztési Kft. Nyertes pályázatának köszönhetően kerül megrendezésre környezetvédelmi tábor mezőtúron a környezettudatos szemléletre való nevelés céljából. A héten új virágládákba ültettek növényeket a résztvevő gyermekek a Szabadság téren, amely tovább szépíti városunk közterét. A részletekről Herceg Zsolt polgármester nyilatkozott. Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és én csak annyit szeretnék elmondani, hogy nagyon köszönöm Vasas István ügyvezető úrnak, tanár úr, egy picit, hogy hallottam, hogy tegnap egy előadást is tartott az város történelméről. Tehát köszönöm neki és gratulálok is ehhez a sikeres projekthez, hiszen a TOP CLLD projektből egy sikeres pályázat útján nyílt most lehetőség ennek a tábornak a megrendezésére. Én azt kívánom minden nőtöknek, hogy érezzétek jól magatokat a tábor időszakában, és biztos vagyok benne, hogy sportáltal is gyarapodtok, és hát átadásáltal is gyarapodtok majd a tábor alkalmával. Nagyon fontos az önkormányzatunknak az, hogy a településünket folyamatosan díszítsük, szépítsük. Sajnos bizonyára is hallottatok róla, hogy vannak olyanok is, élők, akik ezt rongálják, tönkreteszik. Nyilvánvalóan ez egy nagyon szomorú dolog, de ettől függetlenül én gondolom, hogy nem szabad függetlenül. A célunk az az, hogy ezekkel a virágládákkal is szebbé tegyük a környezetünket. Most itt ezzel az esetben a Szabadság tér szépül tulajdonképpen. És hát köszönöm az intézményvezetőnek, Kft. Dolgozóinak ott a munkáját, és nektek is előre is köszönöm, hiszen tudod, hogy elültetni ezekbe a ládákba a virágokat, úgyhogy köszönöm mindenkinek, és hát a tábor időszakára pedig eredményes időtöltést kívánok, és nektek különösen vigyázzatok, hogy szép nyarat, vigyázzatok magatokra, számos veszélyt, a veselkedik a víz, egyebek, azokra nagyon figyeljetek oda, és azt kívánom mindenkinek, hogy épségben, egészségben térjen vissza majd szeptemberben az iskola padra, és reméljük, hogy nem online, hogy jelenlévő oktatás keretein belül tudjuk folyni majd az oktatás. Úgyhogy mindenkinek nagyon egészséget kívánok, és köszönöm, hogy sport- és környezetvédelmi tábort szerveztek mezőtúron, aminek keretében virágládák kerülnek elhelyezésre a Szabadság téren. Polgármester úr, erről a projektről mit tudnál mondani a tévénézőknek? Hát ahogyan a nevében is benne van, egy nyári táborról beszélünk, és nagyon örülök annak, hogy a pandémia lehetővé teszi, tehát a jelenlegi helyzet a vírussal kapcsolatosan lehetővé teszi, hogy a tábor megtartásra kerüljön. Nagyon sok ilyen tábor kerül megtartásra az önkormányzat különböző projektjeiből. Úgyhogy ennek is nagyon örülök, hiszen a szülők jelentős részének elfogyott már a szabadsága. Igaz, hogy itt most nagyobb gyerekek vannak, de ugye sok olyan tábor is megszervezésre kerül, ahol kisebbek, tehát akikre felügyelni kellene egyébként, hogyha nem a táborban tölteni a napját. Mindenképpen annak örülök, hogy egyrészt a Turizmusfejlesztési Kft. Vasas István ügyvezető úr a TOP rendszerében, a CLLD projektben sikerrel pályázott, ugye 4 millió forintot nyert el, amelynek különböző költségsorai vannak, és hát ezt tette lehetővé, hogy ezek a virágládák ebből a pályázati forrásból elkészüljenek, amelyel most a Szabadságteret szépítik, díszítik az intézményellátó Kft. Részvételével a résztvevő diákok, a táborban résztvevők. Úgyhogy egy nagyon szép kezdeményezés, itt, ahogy beszélgettem a fiatalok, ugye elmondták azt, hogy a tegnapi napuk is már sporttal telt el, azon túlmenően ugye a
egy kis szellemi táplálékot is kaptak, Mezőtúr város történelméről hallhattak előadást, úgyhogy mindenképpen egy hasznos dolognak tartom. És hát biztos vagyok benne, hogy sok értékes programmal fog megvalósulni ez az esemény is. És ahogy az imént utaltam rá, még számos ilyen van, ha így fejből jól emlékszem, akkor közel 10 ilyen tábort tud megszervezni az önkormányzatunk a nyár folyamán. Az iskolákkal, az iskolák vezetőivel, delegáltjaival már a szükséges egyeztetések lezajlottak néhány héttel ezelőtt, és úgyhogy ezek a táborok is összeálltak, ezeknek a konkrét fix időpontjai megvannak, úgyhogy nagyon örülök annak, hogy az önkormányzatunk is a táboroztatás terén jelentős mértékben hozzá tud járulni a nyár folyamán az értékes programoknak a lebonyolításához. Habár már beköszöntött a nyár és véget ért a fűtés szezon, de továbbra is fontos a kémények felülvizsgálata a biztonság megteremtése érdekében. A kéményseprés aktualitásairól Liszkai Zoltán tűzoltó ezredes, a Jászlikun-Szolnok megyei katasztrófa védelmi kirendeltség mezőtúri kirendeltségének a vezetője nyilatkozott. Köszöntöm Önt is és a kedves televízió nézőket. Hát igen, itt most éppen hőségriadó van, de szerintem kell beszélni a kéményseprésssel kapcsolatos dolgokról, mivel hatóságilag el kell járni elég sok esetben, és ezért fontosnak tartom, hogy beszéljünk erről a témáról. Hát alapvetően a kéményeknek a műszaki állapota az nagyon fontos, hogy mindig megfelelő legyen, és a rácsatlakoztatott tüzelőfűtő berendezés is az legyen, akár gázüzemű, vagy szilárd tüzelésű. A kéményseprő kollégáknak meg van tervezve évente, hogy milyen sorrendben hajtják végre a feladatukat. Itt az utóbbi időben a jogszabályváltozás következtében az egylakásos családi házas környezetben alapvetően nem kötelező a kéményseprésnek a megigénylése, de mi javasoljuk, hogy ha szilárd tüzelésű kazánnal fűtenek, akkor évente, ha gázüzemű a tüzelőfűtő berendezés, akkor 2 évente hívásra kimegy a kéményseprő, leellenőrzi, és akkor biztos, hogy tudjuk, hogy az megfelelően működik. Azonban a társasházakhoz, mint itt Mezőtúron is, a kéményseprő ipari szolgáltató az sormunka keretében megjelenik, tehát ő megy és meg fogja nézni a kéményt. És van egy harmadik szint, amikor mondjuk akár egy családi házba vagy egy társasházba vállalkozás van bejelentve, ott meg kell rendelni a kéményseprőipari szolgáltatást, és azért fizetni kell. Családi háznál nem kell fizetni, de ahol van bejelentve vállalkozás, ott fizetni kell. És ami fontos, hogy mondjuk nyári időszakban is alapvetően mennek a kéményseprő kollégák, illetve vannak olyan elvégzett munkák, amelyekről most kapunk tájékoztatást, és itt ketté lehet bontani ezeknek a fajtáját. Az egyik, amire hát szinte azonnal reagálnunk kell, az amikor élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető hibát észlelnek, mondjuk szénmonoxid visszaáramlást mér a kéményben, nem megfelelő a műszaki állapota a kéménynek, és mindenféleképpen ő azt a kódot írja rá, akkor erre mindenféleképpen reagálnunk kell azonnal, illetve vannak olyan esetek, amelyek egy előző felülvizsgálat kapcsán a következő felülvizsgálatnál ugyanúgy jelennek, ugyanezek nem élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető, de ismétlődő hiba. Ezekkel is foglalkoznunk kell, az ügyfeleket értesíteni, hogy ezt a hibát ki kell javítani. Ez például olyan hiba lehet, hogy sokan kicserélik az ajtókat, ablakokat, fokozott zárásúvá teszik a nyílászárókat, ezáltal a lakás is alapvetően bezáródik teljesen, nincsen természetes légutánpótlás. De a tüzelőfűtő berendezéshez, illetve főleg amelyik nyílt égésterű, meg hogy a kémény rendesen működjön, bizonyos fokú légutánpótlás kell. Hogyha ez nem természetesen úton következik be, akkor bizony szellőzőket kell beépíteni az ajtóba, ablakba, hogyha ebben szembesül a kéményseprő kollega, akkor azt ráírja a tanúsítványra,
és hogyha ez ismétlődően előfordul, hogy a következő évben is ez hiány, akkor arról értesít bennünket, és az ügyfeleket felszólítjuk, hogy legyenek szívesek ezt megcsinálni, mert az ő érdekük. Tehát ezekkel kell foglalkoznunk. Mindenféleképpen fontos, hogy ilyenkor is gondolni kell erre, hogy előbb-utóbb úgy is elkövetkezik a fűtési szezon, ne akkor kapkodjunk, minden évben fűtési szezon előtt ellenőriztessük le mindenféleképpen a, mondjuk a gázkészüléket. Hogyha a kéményseprő kollega megy, akkor meg a kéményt is megnézi, esetleg kikotorja, hogyha olyan. Tehát ez folyamatos munkát jelent, nem csak a fűtési szezonban. Ezért fontos, hogy ezt mindenki tudja, meg érezze ennek a súlyát, mert a saját és a családja életéről lehet szó. Véget ért a kézilabda versenyszezon, nyáron megpihennek a sportolók, hogy néhány hét múlva újult erővel térhessenek vissza a pályára. Juhász András, a Mezőtúri AFC női kézilabda szakosztály vezetője értékelte az elmúlt szezont, aki elmondta, a sportolóink hol állnak jelenleg a ranglétrán. Lezárult a kézilabda szezon, a mezőtúri női kézilabdások, az utánpótlás, illetve a felnőtt csapatoknak a szezonját hogyan tudná értékelni? Ez a szezon most eléggé vegyes volt, ugye már nagyon rányomta bélyeget a Covid. Ugye a utánpótlás bajnokságok nagy része fél idő vagy kicsivel fél időn túl sor megszüntetésre kerültek. Igazából kicsit savalom az egészet, mert több csapatunktól ez érmet vett el, és már nem az első év. De sajnos ugye mindenkinek, tehát ennek a vírusnak megvannak a áldozatai ebben a szempontból, tehát nálunk ez jelentett a negatív dolgot, hogy egyértelmű érmes ilyes csapataink úgy fejezték be a bajnokságot eredmény nélkül, hogy gyakorlatilag nem lett befejezve, tehát hogy nem kapták ma az érmet, hát ezúton is én úgy egy képzeletbeli érmet ezért adnék a csapatnak, tehát U14-es csapatunk az egyértelműen dobogós helyen végzett volna, az U15-ös is, serdülő csapat is akkorra pont a sorsolást ismerve odaért volna az érmes helyek egyikére. Hát az ifi csapat talán az neccesebb lett volna, de gyakorlatilag szinte minden olyan csapat, ahol eredményeket írnak és gólövőket vezetnek, az odajutott volna. Hát ez a felnőtt csapatra már, illetve ott nem, annyira nem érvényes, ugyanis rengeteg sérülésünk volt, és ott tizedikek lettünk. Ez azt jelenti, hogy még már nem a mi kezünkben a sorsunk, majd most fog hamarosan eldőlni, hogy bennmaradtunk az NB2, vagy nem maradtunk benn. Hát, hogyha bennmaradtunk, ott valószínűleg erősítésre lesz szükség, ugyanis a sérültek közül valaki végleg abba hagyta a játékot, tehát ott pótolni kell a helyüket. Illetve ami még az utánpótlás szempontjából részben pozitív volt, hogy megyei csapatként, megyei felnőtt bajnokságba indítani tudtuk a serdülő és ifjúsági korú játékosainkat. Hát ők az utolsó fordulóban maradtak le a dobogóról. Igazán az utolsó forduló előtt még gyakorlatilag három csapat volt a második helyen ugyanannyi pontértékkel, és utolsó meccs nekünk jött ki rosszul, illetve egymás eredménnyel is lemaradtunk volna. Így negyedikek lettek, de viszont mivel tudom, hogy 2006-os születésűek játszották a meccsek jelentős részét, tehát azt mondom, hogy egy simán serdülőkorú csapata egy megyei felnőtt bajnokságban is nagyon nagy eredménynek számított, nem is azért indultunk igazából, tehát inkább a rutinszerzés volt a lényeg. Azt vastagon teljesítették a lányok, mellettek, hogy gyakorlatilag a dobóért végig versenyben voltunk, az meg már kimondott pozitívum. Nyáron lesznek-e edzések? Hát most nyáron ilyenkor a táborozásé lesz majd a fő szerep. Júliusban elkezdjük. Minden korosztályunknak lesz valamilyen korosztályos tábor a nyár, tehát július-augusztus folyamán. Ez attól függ az edzők, illetve edzők hogy értek le, illetve a másik az, hogy a edzők felmérték a gyerekek, hogy vannak táborra lelátva. Tehát láttam több ilyen kérdőívet, ahol az edzők úgy kérdezték körbe, hogy mikorra tudjuk tenni az egészet. Július elején kezdjük. A kisebbek azok napközi rendszerben lesznek, tehát reggel jönnek, és akkor este mennek haza a táborból. Az idősebbek azok augusztus folyamán már viszont már benne a 24 órás rendszerben lesznek. Az már egy kicsit a felkészülésnek, az alapozásnak is a része lesz az a rész. Hát utána majd augusztusban pedig kezdődik a
verklőből, tehát akkor jön az alapozás minden csapatnál. Korosztálytól függ, hogy ki mikor kezd, ugye a fiatalabbak, a kisebbek azok később kezdik, nagy rész többen szeptemberben csak, de a bajnokságok is így tolva indulnak el, tehát ahhoz igazítjuk. Mik a célok a következő szezonra? A célok? Hát ugye a felnőtt csapatnál még nem tudjuk, hogy most mi lesz. Az utánpótlás csapatainknál igazából az a cél, hogy de most néhányan kiöregedtek az ifi csapatból, tehát ott most fiatalabbak fognak előrelépni. Viszont ők még vastagon sejlőkorúak is, tehát, az, tehát hogy mindenki megállja helyét. Elég nagy korosztályos váltásban leszünk benne, tehát most nem is biztos, hogy a hatalmas eredményt várom, inkább azt, hogy megállják a helyüket és stabilan ott legyenek a csapatok. Lejjebb a fiataloknál igazából ott megint más a történet, mert vannak olyan korosztályok, akik szegények majdnem végigedzettek itt a legkisebbek közül, első-másodikosok, és mire jöttek volna a fordulók, csak itthon tudtunk egymás között csinálni egy-két kisebb tornát, mert a mérkőzéseket ugye törölték. Náluk az, hogy minél nagyobb rutin szerezzenek, élvezik a játékot, illetve hát majd fokozatosan elkezdik ugye a versenytempót felvenni velük, mert a kisebbeknél meg általában inkább a játékos megoldások jelentik a fő hangsúlyt. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök a Túr Hírmondó című műsorunkat látták. Friss hírekkel majd holnap is várjuk Önöket. Addig is minden jót kívánok a viszontlátásra!